Sziasztok! Ez itt a Kultúrasztal, a Golgota Rádió irodalmi és kultúrműsora. A mikrofonnál a műsor szerkesztő műsorvezetője vezetője, Majoros Szidónia. Sziasztok! Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek! Ez itt a Kultúrasztal, a Golgota Rádió irodalmi és összművészeti műsora. Én Majora Szidónia vagyok, mai vendégem pedig dr. Tóth Sára, akinek Táncol a Por című könyve apropóján beszélgetünk ma. Szia Sára! Szervusz! Éh. Mondjuk el a hallgatóknak első körben azt, hogy nekünk személyes az ismeretségünk, és hogy én végig tegezni foglak téged ebben a beszélgetésben, amúgy is bevet gyakorlat itt az adásban, hogy tegezzük a vendégeinket, és hogy a hallgatókhoz is tegeződve szólunk, mert hogy alapvetően fiatal közönségünk van. De hogy természetesen ennek azért az apropóját, ami személyes ismerettségünk ismeretségünk is adja, úgyhogy ne lepődjön meg senki, hogy a mai beszélgetés tegeződve fog zajlani. Ehhez már is hadd tegyek hozzá valamit, hogy ezt ugye nem beszéltük meg előre, de e, nem szeretem a doktor címet emlegetni. Tehát egyrészt a bölcsész doktor nem szokta kitenni, másrészt meg ez sajnos csak egy ilyen egyházi szubkultúrában szokás, de... Ezt visszavonom. Nem, nem tartozik ide igazából. Igen, csak olyan szinten tartozik ide mégis, hogy honnan van a mi ismerettségünk, és hogy kollégák vagyunk az egyetemen, én úgy ismerlek, de természetesen, mivel a könyved aprópóján beszélgetünk, és uh, írói körökben sem dívik valóban, hogy, hogy az ember a, a, a saját doktori titulusát uh, nyomatékosítsa, vagy hangoztassa természetesen a könyvet is, hogyha bárki a, a kezébe veszi, akkor azt fogja látni, hogy Tóth Sára szerzői néven szerepelsz. Hát igen, meg mondom, általában uh, kicsit... Uh averzión van a címekkel kapcsolatban. Tehát, hogy egy embert az nem definiál. Tehát attól egy mm. ilyen hatalmi helyzet alakulhat ki, hogyha nagyon hangsúlyozzuk a címeket. Igen, nagyon egyetértek veled ebben. Ennek ellenére azért mondjuk, mondjunk el néhány szót rólad. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan hallgatnak ma úgy minket, hogy talán még nem ismernek téged, és most hallanak először rólad néhány dolgot én is tudok, de úgy érzem, hogy, hogy, bőven akad itt mesélni való. Azt tudom, hogy feleség vagy, és két gyereknek az édesanyja. Jól tudom? Igen, és örülök, hogy így kezdted egyébként, mert amikor így egy pillanatra így elgondolkoztam azon, hogy akkor most hogy mutatnám be magam, vagy mi a legfontosabb, Nyilván az emberi kapcsolatok a legfontosabbak, és nem azért, mert nő vagyok, meg anya vagyok, mert szerintem ez mindenkire igaz. Tehát, hogy én is így mutatkoztam volna be, mert nem a, a munka, nem a cím az, ami szerintem elsősorban definiál egy embert, hanem a kapcsolat, az emberi kapcsolat. Úgyhogy igen, igen, tehát feleség vagyok elsősorban, és anya. A férjem 18 éves házas, férjem hittan tanár egy református gimnáziumban, és van két fiam, az egyik a 17, a másik 15 éves jelenleg. Na hát, akkor... Úgyhogy nem az csak a az egyetemi szállít. hallgatóim, hanem ugye a fiaim révén is azért kapcsolódom az ifjúsághoz. Igen, tehát 17 és 15 évesek akkor benne vannak a kamaszkor közepében talán. Meggyűlik, meggyűlik most otthon velük a bajotok? Én őszintén mondom, hogy nem. Nem? Nem, nem. ilyen tipikus kamaszok? Nem. Voltak, voltak idegesítő korszakaik igazából, meg hát bizonyos kamasz alűrök, azok szerintem minden, minden gyereknél megvannak. Nem tudom igazából, hogy miért van ez így, de... Nem hiszem, hogy azért, mert mi olyan jó szülők lettünk volna, mert, mert egy kicsit azt hiszem, amikor kisebbek voltak, túl szigorúak voltunk velük. De lehet, hogy azért most, most viszont mi eléggé szabad gyeplőre engedtük őket, de nem élnek ezzel vissza. Tehát egy ilyen elég jó bizalmi légkör van most otthon. Tényleg, tehát, tehát mondták, hogy ez milyen nehéz, de, de én egyelőre nem találom annyira nehéznek. És sokat hol beszélgetünk. Hol laktok? Budapesten laktok? Ö, négy és fél éve költöztünk ki Gödöllőre. Itt laktunk, nagyon közel egyébként a Damiani utcában, a hetedik kerületben. Én nagyon szerettem egyébként a környéket, meg a Ligeted. Ö, igazából a lakásunk is hangulatos volt, de azért ez egy, ez egy nagyon jó döntés volt a költözés. a összes vonatozás és minden kellemetlensége ellenére nekem sokat jelent a, a zöld az erdei séták. Azt megemlítetted, hogy kollégák vagyunk. Igen, én akkor meg... ezt mondjuk el, hogy hol? Igen, Mert nem Károl biztos, Gáspár... hogy mindenki ismer minket, aki hallgat most. Igen, a Károly Gáspár Református Egyetem bölcsészettudományi karának anglisztika intézetében oktatunk. Te a nyelvészet tanszéken, ha jól mondom. Igen. Én meg, én meg irodalmár vagyok, és 11 éve vagyok itt. A az Anglisztika Intézetben. Előtte kiadói szerkesztő voltam, és ez gondolom elég ismerős ezt a hallgatóknak, mert a harmad kiadónak voltam én alapító szerkesztője. Nem, nem tudom, hogy. Ez mit jelent, hogy alapító szerkesztő? Tehát mióta van harmad kiadó? Hát a harmad kiadó az olyan 1990 környékén jött létre. Arra nem emlékszem, hogy a hivatalos bejegyzés az pontosan 90-ben vagy 91-ben történt. Tehát ilyen rendszerváltozás pontosan. körül alakult meg a, a kiadó. Ez egy nagyon nagyon szép és izgalmas korszaka volt az életemnek, mert én 90-ben végeztem a bölcsészkart, 90-91-ben angol-spanyol tanári szakon végeztem. Ó, a másik szakod a spanyol? Igen, igen nah, de hát. sajnos elég elfelejtettem. Úgy Ó, alakult az kár... életem, hogy, hogy nem használtam. Tehát valahogy másfele vitt az út. De ezt most hagyjuk, tehát visszatérve a, a kiadóhoz. Én a, a, Megdes, a Magyar Evangeliumi Keresztény Diákszövetségben elég aktív voltam akkoriban. A bölcsészkaron bibliaköröket, illetve bibliakört vezettünk, meg a vezetőségben is benne voltam, tehát minden szinten. Hová jártál egyetemre? Az eltére. Az eltére. Az eltére. igen. Igen, igen. És ez azért is volt izgalmas, mert azt azért nem, azt nem mondanám, hogy Budapesten, a fővárosban, akkoriban, ugye a előtt bármilyen komoly kockázati tényező lett volna az, hogy ilyen szemilegális, ilyen féllegális csoportosulásokat szervezett az ember, mert ez annak számított. Tehát ö, erre már nem emlékszem pontosan, hogy mi engedélyt kértünk-e a termek használatára, vagy nem, azt hiszem, hogy kértünk, de, de azért ez olyan megtűrt uh -huh. dolog volt. De már nem volt, tehát nem származott belőle ö, semmilyen hátrány. Vidéke lehet, a hogy... A ből nem a tiltott, hanem a tűrt kategóriába tartozik. Igen, igen, tehát vidéken lehet, hogy még a 80-as évek második felében is lehet, hogy máshogy ö, volt ez, ezt nem tudom, mert ugye én ö, pesti lány vagyok egyébként teljesen. E, de azért voltak nagyon nagy pillanataink, tehát amikor, amikor meghívtuk például Balco András, levetítettük a küldetés című filmet, és sosem fejtem el, hogy egy olyan, az egyik legnagyobb előadó teremben ö, a pesti Barnabás utcában volt még akkor a bölcsészkar, és a tömve volt, és az, hogy ott ilyenek elhangozhattak, az egy azért az egy nagy dolog volt. Igen, a 90-es évek elején, igen, akkor azért még, még gondolom igen, nem beszélhettetek ennyire, igen, igen. ennyire aktívan a kereszténységről, vagy ilyen nyíltan. Hát ma te, már, ma te, már nem, nyilván nem. mondunk bár, bárki bármit, amit szeretne. Na és öm. akkor visszatérve, hogy a kiadóra, tehát... Öm, és akkor ebben az időszakban kapcsolódtál valahogy Hogy jött a gondolat, igen, én, én hogy akkor, alapítani kellene egy keresztény Az úgy jött, tehát, hogy mi, mi ugye ifjú hívők voltunk akkoriban. A magunk nagyon lelkes, kicsit talán ö, időnként butuska vagy éretlen ö, mondján, és ö, a, hát a. A történelmi egyházak által kiadott és a szocialista cenzúra által ellenőrzött egyházirodalommal nem nagyon tudtunk mit kezdeni, tehát az olyan nagyon nem nyújtott lelki táplálékod. És ugye az megdesz révén mi kapcsolatban voltunk külföldi, főleg evangéliumi keresztény előadókkal. Meg mindenféle testvérekkel, és akkor ők jöttek. Tehát például akkoriban mindig külföldi előadókat hívtak a vezetők a táborokba. Az is egy óriási élmény volt, hogy a, akkoriban még a baptista üdülőbe volt, volt ilyen több száz fős, vagy hát nem tenném a száz fős nyári tábor. Na mindegy, tehát mi ö, ugye sokan beszéltünk akkor már angolul, és volt sok könyv, amit szerettünk, és, és akkor ugye arról álmodoztunk, hogy ezt meg azt meg amaz mi a jó lenne, hogyha lenne magyarul. Hmm. És akkor jött a rendszerváltás, ami ugye azért mindenkit meglepetésként ért. Hát ezt mondom is a hallgatóknak, hogy, hogy azért kérdezgessék a szüleiket, meg, meg már ugye a fiatalabbak, mert ez egy olyan nagyon különleges hmm. időszak volt. És egyébként erről írok is a könyvemben, mert az utolsó rész az egy életrajzi blokk, és ott leírom a ifjúkori, fiatalkori útkeresésemet, mint hívő, keresztény, stb. 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 És ott azért a, a 80-as évek végén, 90-es évekről azért szó Esik. És akkor egyszer csak a nyakunkba szakadt ez a szabadság, és pont az előbb említett kapcsolatok révén mi, tehát tulajdonképpen felvetődött ez az ötlet, hogy, hogy létre kellene hozni egy, egy felekezet közi, tehát mindenképpen ökumenikus, inkább protestáns kegyességi meg teológiai alapokon álló, de mindenképpen egy nagyobb célközönséget figyelembe vevő könyvkiadót. És akkor... Voltunk kapcsolatban olyan külföldi szervezettel, akik ezt segítették, ráadásul jól. Tehát nem az a típusú, tudod, akik úgy bejöttek, uh -huh. és akkor megmondták, hogy ezt csináld, azt csináld, adták a pénzt, és gyakorlatilag a, a hazaiak meg, meg a, egyszer megcsinálták, amit ők mondtak, hanem mi komoly szakmai képzést kaptunk. Tehát én például kimehettem Angliába a keresztény kiadót látogatni. Uh -huh. Tréningeket tartottak a könyvkiadásnak minden részletéről. És és, és és aztán szép, fokozatosan kivonultak az egészből, és átadták nekünk. Tehát ezt én rettenetesen tisztelem, és nagyon uh, fantasztikus emberekkel ismerkedtem meg. És nem csak a, a támogatóink uh, tartoztak ezek közé, akikkel megismerkedtem, hanem ugye több konferenciát szerveztek nekünk, és ott megismerkedtem romániai, meg cseh uh, kiadói emberekkel meg tulajdonképpen ennek a, ez, ennek a kapcsolatrendszernek köszönhetem a egyik legnagyobb találkozását az életemnek, így a férjemet leszámítva, az a Viski Andrást is így ismertem, meg a... a Aki a könyvednek az előszavát is szó, írta, és a a is reméljük, szó, igen, 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 hogy beszélünk róla nem sokára, nem sokára. Na, és akkor így jött létre. Ö, egyébként az is hihetetlen, tehát, hogy az a mai szorongó, bizonytalan világban egész hihetetlen, hogy, hogy 90-ben egyszerűen tehát, teh nem, nem, aggódtunk, hogy hogy fogunk élni. Tehát tudom, hogy én elvégeztem az egyetemet, tanítani nem akartam, és akkor elkezdtük szervezni a kiadót, és emlékszem, hogy valami furcsa, ö, szabadúszó státuszban ö, ilyen nevetséges havi összeget adtak nekem, és én és úgy nem tudtam, hogy hogy lesz később, aztán utána kialakult, és utána lett rendes állás a kiadóban, meg minden, de hogy amikor kezdtük, akkor úgy, tehát hogy nem tudtuk, hogy mi lesz, és mégis tele voltunk bizalommal, tele voltunk a jövőbe vetett reménységgel, és így elkezdtük. És akkor tényleg így. És ilyen... ki, ki, ki kitért ezzel, hogy elkezdtük? Hát Tehát egy a... csapat, többen voltatok. Hát nem sokan, az az igazság. Tehát ugye volt egy kuratórium, illetve azt össze kellett szedni, amiben voltak a külföldi tagok, akkor kellett vadászni néhány magyar tagot. Azt hiszem, hogy Herecki kornél elég hamar bekerült a kuratóriumba, aki a megdezben is vezető volt, Ő egyébként eredeti vollekozással áttekintve orvos. És tulajdonképpen ketten kezdtük el, tehát ketten voltunk közkatolák ilyen értelemben. A Bernhard Péter, aki jelenleg is a kiadóban dolgozik, ő a műszaki vezető, aki mérnökből képezte át magát kiadói szakembernek. Tehát igazából ketten csináltuk ő a műszaki részt, mondja illetve azt akartam hogy egy három nagyon fontos részből áll egy könyvkiadó. Ugye van a a szerkesztőség, van a műszaki osztály, és akkor az összes többit mondom, most nagyon elnagyolva, aki azért fel, hogy a, hogy a könyvekkel is jussanak a, a címzethez. Igen, a terjesztésben Na, ez, nagyon nagy emberek, probléma volt sokáig. Na, ez nem volt sokáig. Szóval ez, ez volt a leggyengébb pont, de, de ezt a két dolgot próbáltuk csinálni. csinálni tehát így, és akkor így szépen bővült, alakult a dolog. És, és én nagyon-nagyon szerettem ezt csinálni. Egyébként mai napig is szeretem a könyvszerkesztést, most már csak így külsősként a harmadnak is dolgozom, meg dolgozom hébe hóba ide-oda, tehát fordítok, de főleg könyveket szerkeztek, mert abban, ab, azt hiszem abban vagyok a, a, legjobb talán, és az is jó harmadnak, mert tehát, hogy megbízik bennem, tehát tudja, hogy ha én vagyok az, aki utoljára olvassa, akkor az úgy rendben van. Tehát, hogy... Ö, ö, Na látod, most elfejtettem, hogy mit akartam mondani, de hogy ezt továbbra is szeretem, stb. Egy kicsikét azért olyan, hogy mondjam, ez nem egy igazán tehát konkrét, tehát, tehát ez nem egy mély értembe vett szellemi munka. Tehát most, most abszolút nem akarok... A tehát nem, Igen, nem, az? igen tehát nem akarok senkit megbántani, aki ezt csinálja. Tehát az, az mondjuk a... a, a, a a humanitás nagy területén belül az egy ilyen, kicsit ez egy ilyen rabszolgamunkaszinte. Mm. Érted, hogy mit mondok? Tehát, tehát aki, gondolás, aki csinálja, így van ez? Igen, tehát azt egy kicsit azért le, meg lehet unni. És, és ráadásul nekem valahogy úgy éreztem, hogy az nem megy, hogy kitaláljak jó magyar szerzőket, és, és ami, ami az izgalmas lett volna, és ezt az utódom sokkal jobban csinálta. Úgyhogy úgy kicsit volt bennem egy ilyen talán egy nyugtalanság, azért is ö, lyukadtam ki oda, hogy a kiadói munka közben elkezdtem PHD-zni irodalomból. Ez többek között egyébként Viski András hatásának is köszönhető, akivel hmm. megismerkedtem. És közben megismerkedtem a férjemmel, akkor ö, jöttek a gyerekek, és a gyed meg a gyesek után, amikor előjött, hogy hogy én mit szeretnék csinálni, akkor Favinyi Tibor, ugye, aki most a jelenleg az Anglisztika Intézet vezetője, és hát a Magyarországi Anglisztikának egy eléggé közismert és közti álló alakja, aki nekem témavezetőn volt egyébként, tehát ő vetette fel, hogy nem szeretnék -e én tanítani az angol tanszéken. És egyébként Azért... Ugye egy olyan időszakról beszélünk, amikor még nem kellett egyetlen egy egyetemi oktatónak se letenni feltétlenül egyetlen intézmény mellett a voksát, tehát hogy nagyon gyakori volt az. 90 igen, évek akkor alatt, ugye még, a... még végig az zajlott, hogy gyakorlatilag nem tudom, tanított valaki az eltén a Szegedi Egyetemen, Pécsen, meg Debrecenbe is, és akkor folyton Igen, utazgatok. Hát a Tibor sokáig volt Szegeden, és amikor engem odavitt a Károlira, akkor ő még főállásban a Pázmány a az van, tansz... volt, a Pázmány Egyetem angol volt, igen. De azt nem tudom, hogy mondtam az előbb, hogy témavezetőm volt. Igen, 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 Tehát, hogy innen van a közelebbi ismeretség, és én azért kerestem meg őt 96-ban, mert ő róla tudtam egyedül, biztos van más ilyen ember is a, a tudomány vagy hát bocsánat, a irodalomtudományban. Tehát biztos van más ilyen ember is, de én róla tudtam azt, hogy. hogy hogy érdekli a teológia és az irodalom a vallás, illetve a, tehát a, a vallás és a művészet kapcsolata. Tehát egyfajta ilyen interdisciplináris érdeklődés, ami akkoriban azért nem volt még annyira elterjedt, és engem ez érdekelt, tehát hogy én ezért kerestem meg őt. pontosan átugrunk egy röpke 25 évet, és kikötünk 2015-ben, mert hogy ugye azt mondta, hogy akkor a harmadkiadó, az a 90-es évek, tehát a rendszerváltozás körül alapult, most nem tudjuk pontosan akkor, hogy napra pontosan Nem biztos, hogy örülni de... fognak, hogy ezt hallgatják, mert hogy nekem tudnom kéne... Várjál csak, hát most... Ün... kellene? Hát persze, Egyébként? de most ünneplik a 25 éves jubileumot, csak nem emlékszem, hogy 2015-ben, tehát akkor 90-től számoljuk. Jó. Na, akkor megválaszolódott Igen. a kérdés. Tehát, hogy 90 óta, az elmúlt 25 évben is megmaradt a kapcsolatod, annak ellenére, hogy ugye most már főállásban euh, tanár vagy, és most nyilván azért ülünk itt, mert hogy a harmad kiadó gondozásában jelent meg a hitről és spirituális kultúráról, művészetről szóló írásaidnak egy, egy gyűjteménye táncolaport címmel hogy fordulhat az elő, hogy 25 év űr van tulajdonképpen időben a, a, kezdeti tevékenységet között a harmattal, és hogy, hogy csak most jelent meg náluk ez a, ez az, ír, ez, a, ez, az ez, a, könyved? Hát egyrészt azért nincs annyira űr, mert hogy mondtam, hogy, hogy majdnem rendszeresen szoktam Tehát, dolgozni, igen, de, hogy igen. Tehát, szerkesztőként igen, de hogy önálló szerzőként könyved én, nem meg. tudom, lehet, hogy butaság mondod, de azért ez nem annyira szokás, hogy ö, főleg amíg ott van valaki, addig, addig nem, nem hmm. szokás ez. Tehát akkor, akkor más kiadóz viszi. Tehát, hogy ez így szokott lenni, ez szerintem teljesen rendben van így. Mert de ez egyébként mert... miért van így, mert nem éreznéd, vagy nem érezni a szerző etikusnak, hogyha a saját könyvkiadóján belül jelenne meg egy írása? vagy Tehát ez egy íratlan szabály, vagy hogy működik um, ez a szakmán belül? Hát igazából olyan nagy tapasztalatom nincs ebben, de én, én úgy gondolom, hogy, hogy fontos az, hogy egy... Tehát az, hogy legalábbis régen így volt, ma már sajnos egyre kevésbé, mert ugye ma már rengeteg olyan kiadót ismerünk, am amely arról szól, hogy a szerző elküldi a kéziratát, és mindent kiadnak. De mondjuk, amiben én szocializálódtam, az a fajta könyvkiadói kultúra, az arról szól, hogy vannak vannak márkanevek, nevek, tehát hogy egy-egy könyvkiadó az képvisel egy minőséget egy bizonyos területen. Tehát például a magvető, az a minőségi kortás magyar irodalomnak a kiadója és szavatója azt a minőséget. Tehát még ma is úgy van, hogy te tudod, hogyha egy magvetőnél megvenik, megjelenik egy regény, az elég nagy eséllyel egy elég jó regény lesz. És ugyanígy meg volt régen a művészettörténet, meg a szép könyvek kiadója volt a Helikon, ezt már sokan nem tudják, mert, mert ez teljesen átalakult, ma már, már elvesztett ezt a, az arculatát. Énként ott tanítottam angolt, bejártam oda. Tehát ott, ott, sokat tanultam tőlük, mert pont akkor alapítottuk a harmatot. Tehát ez a, ez a klasszikus könyvkiadói helyzet, és éppen ezért tehát, tehát szerintem fontos az, hogy, hogy ne egy ilyen belterjes játék legyen ez. Tehát én elviszem egy másik csapathoz, és bízom abban, hogy ők ezt objektívebben fogják értékelni, mint az én saját kiadom. Tehát, hogy az menjen át szűrőkön. És ez a probléma itt, hogy ez ma már teljesen összezavarodott össze egyébként. De mondjuk a másik válasz a kérdésre, hogy egyszerűen, hát ez így alakult, tehát hogy, hogy ez most arra érett meg. Tehát, hogy ö, nem lett volna tíz éve talán még mondani valom. Tehát, hogy ennyi. Igen, ez érdekes, amit most mondasz, hogy az, az időről való gondolkodásunk, hogy mire minőségi munkát ö, hozunk létre, vagy a olyat, amit érdemesnek tartunk arra, hogy kiadjuk a kezünkből, az lehet, hogy sőt valószínűleg nem, nem valami odavetett, nagyon záros határidőn belül létrehozott valami. Tehát a jó munkához idő kell. Az, hogy most ez hány hónap vagy mondjuk év jelen esetben, az talán aki kezébe veszi az írást és forgatja, olvassa, az meg fogja érteni, hogy miért mondjuk ezt most, hogy a jó munkához idő kell. Most elmegyünk egy picit zenélni, és aztán visszatérünk, és innen folytatjuk a beszélgetést. Gloria a Dios, en las alturas, en la tierra pasa los hombres, pasa los hombres que ama el Señor, Gloria a Dios, en las alturas, en la tierra pasa a los hombres, pasa, a los, hombres, pasa a los hombres que ama el Señor. Gracias, te damos gracias por ti me gloria, gloria a Dios, en las alturas en la tierra, pasa a los hombres, pasa, Dios, y alturas, y tierra, pasa a los, los hombres que ama al el Señor, gloria a Dios, en las alturas, en la tierra, pasa los hombres, pasa los hombres que ama al Señor. Folytatjuk a beszélgetést vendégem továbbra is Tócsára, akivel Por című könyve aprópóján beszélgetünk, és akkor beszélgessünk is a könyvről. Ez egy 2015-ben uh, megjelent uh, gyűjtemény. Az ünnepi könyvétre jelent a... meg. Uh, az, a, a könyv alcíme szerint hitről, spiritualitásról és kultúráról szóló írások ö, gyűjteménye ez. Igen, hát ez igazából ö, tényleg egy, egy gyűjtemény, tehát ez nem úgy született ez a könyv, hogy én leültem, és elhatároztam, hogy írok egy könyvet, hanem hát egy olyan 15-20 éve én úgy írok viszonylag rendszeresen. A 90-es években kezdődött az egész, akkor irodalomkritikát írtam. Azt nem mondanám, hogy nagyon rendszeresen, de a Holmi folyóriatnak írtam a legtöbbet, ami az most, sajnálatosan most szűnt meg, de az egy elég Hát akkoriban neves, egy viszonylag neves irodalmi Pontosan folyóirat a volt. Sz a szót kerestem. Tehát egy neves folyóirat volt, úgyhogy uh, uh, igazából ez, ez volt az egyik, ami engem így az irodalom tudomány felé lökött, mert én csak beküldtem ilyen kritikapályázatra valamit, és publikáltam. nem nyertem, de publikálták. Mm. És akkor... Mindenkinek el kell indulni valahogy, tessék. Odaírogattam, Ö, aztán utána jött az internetes kor, korszak, Ö, akkor kezdődött az, hogy a legtöbb írás, ami ebben benne van, az már online jelent meg a, a parókia közösség magazinjában, ez egy református portál, de írtam én sok más helyre is, tehát a kicsikét komolyabb írások azok a vigiliában jelentek meg, akkor a panonhalmi szemlébe tudt inkább tanulmány, de írtam a korunkba, az erdélyi korunkba is, akkor a reformátusok lapjába, tehát most most nem sorolom fel mind. És akkor ezeket én válogattam, kicsit átírtam hozzá, írtam néhány újat, kitaláltam a szerkezetét. Tehát hát így már így alapvetően össze. megjelentek az évek során itt ott. a legtöbb, ö, 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 ezek, igen. Ezek az írások, a legtöbb. Igen. Amelyek ugye eltűntek volna teljesen a sűlyeztőben, mert hát az online megjelenés az olyan, hogy egy nagy óceánba így fölbukkan az ember, egy pár másodperc, aztán vissza, <laughs> visszasüllyed. És hát ugye a papír az meg hasonlóan, ugye a, a, hát a folyóiratnak meg az újságnak ez a, ez a természete. Ö, és, és hát megmondom őszintén, hogy, hogy azért vetődött fel bennem ez a gondolat, mert nagyon sok barátom mondogatta nekem, hogy, hogy, ezek, hogy szeretik ezeket az írásokat. És akkor így gyűjtöttem ehhez önbizalmat, hogy, hogy összeszedjem. Tehát, hogy nagyon sok jó visszajelzést kaptam, és úgy érzem, hogy talán megvan az a képességem, bár nem. Volt egy gyerekkori álmom, ami, ami azt hiszem most már biztos, hogy nem fog valóla válni, így a közelebb az 50-hez, mint a 40-hez, hogy, hogy regényíró szerettem hmm. volna lenni. Hát ebben nem menjünk bele, hogy ez most miért nem jön össze. Ez egy sokkal szerényebb műfaj, más, más műfaj, de úgy tűnik, hogy ebben erre kaptam valamiféle tehetséget, és a visszajelzések alapján úgy érzem, hogy. hogy Tudok artikulálni olyan kérdéseket, olyan érzelmeket, olyan ö, ö, gondolatokat, tapasztalatokat, amit mások nem, nem biztos. Tehát, hogy talán még maguknak se tudnak vagy mernek megfogalmazni, ö, és hogy ez, ez sokaknak segít. Segít végig gondolni dolgokat, végigélni esetleg dolgokat. Tehát úgy valahogy ezt érzem, hogy, 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 hogy ez, ezért lehet ennek értelme igazából ennek a könyvnek. És mit mondanál, hogy ki a célközönsége? Tehát kinek szól, vagy szólhat ez a könyv a saját megítélésed szerint? Tehát nyilván évek hosszú sora alatt született, és a te saját belső indítatásodból, tehát most gondolom, hogy ahogy említetted itt az előbb is, hogy ahhoz, hogy megjelenjen kötet formájában válogattad az írásaidat, és hozzáírtál, elvettél belőlük, de hogy alapvetően ebben a formában, ahogy most a kezünkbe kerülhet, van ennek egy célközönsége? Kinek, kinek szólhat ez a könyv? Biztos, hogy a harmadban kaptam egy ilyen kitöltendő nyomtatványt, ahol be kellett írnom, hogy szélolvasod, de nem emlékszem, hogy mit írtam. Akkor kinek ajánlanád? Elmondom, talán azért azt, azt, azt ki kell mondanom, hogy, hogy, hogy a gondolkodó érzékeny, nem beszűkült, keresztény embereknek, így mondanám, tehát olyan, olyan hívőknek, vagy olyan keresztény, vagy olyan vallásos ö, ö, olvasóknak elsősorban, akik nem gondolják azt, hogy a kereszténységbe, tehát, hogy a kereszténység számukra egy olyan kikötő, amikbe ők befutottak, ott hmm. jól elvannak, és minden tudnak már, rendelkezésük rá az összes dogma, a Bibliát úgy tekintik, mint egyfajta receptkönyvet, vagy egy tökéletes térképet, ahol a legkisebb ö, állomás is pontosan be van jelölve, egy mennyei GPS-t. Tehát te, te én te, próbálom így, így ezt így valahogy így, így belőni, hogy, hogy aki ö, egy kicsit is már annyi elég, hogy elégedetlen legyen egy, ezzel a helyzettel, vagy ezzel a típusú vallásossággal. Mert az a baj, hogy sajnos nagyon-nagyon-nagyon sok ilyet látok. Tehát, azokhoz... tehát vallásosságot látsz, és nem igaz hitet erről. Erre gondolsz? Ö, régen nagyon szerettem én is ezt a megkülönböztetést, és máig is vallom, hogy, hogy van ez. Tehát nyilván, ö, tehát a vallásosság az egy, ö, tehát mondhatjuk azt, hogy a, amit úgy szóltunk névleges Vallásosságnak vagy lényeges kereszténységnek mondani. Az olyan ember, aki beleszületett, akinek ez egy külsőség, akinek ez valahogyan a nemzeti identitásával vagy a családi identitásával Igen. kapcsolódik össze, de nem élt meg Istennel egy, egy személyes viszonyt, nem él meg egy személyes viszonyt. Ugyanakkor viszont azért, Kérdőjelezném most már meg ezt az éles szembeállítást, mert én például azt gondolom, hogy, hogy azoknak van mondani valóm talán még inkább, akik hívők, de nem veszik észre, hogy minden pillanatban a vallásosság fenyegeti őket. Érted, Igen, amit mondok? Igen, értem. Amikor írtam a cikkeimet, több mindent tartottam szem előtt. Egyrészt azt, hogy... A, főleg a, a hitről, meg a spiritualitásról szóló cikkeimet mert egy kicsit úgy is írtam, most ne értsd ezt félre, mintha magamnak prédikálnék. E, tehát, hogy én milyen prédikációt szeretnék hallani, ami engem megszólít. E, e, e... Talán ez azért, nekem azért tetszik ez a megközelítés, mert, mert, hogy nagyon könnyű kritikát bárkivel szemben megfogalmazni, mondjuk akár a, a saját prédikátorommal szemben hallgatom a prédikációt is, közben már, ahogy processzálom, hogyha valami nem tetszik, akár a struktúrájában, akár konkrétan valami tényszerű dologban, amit mond, akkor a másik emberrel szemben olyan könnyű megfogalmazni kritikát, de hol az alázat belőlem? Én azt mondjam, hogy oké, okay, és én, én, hol vagyok én? Én tökéletes vagyok? Én lehet, hogy ezen a területen azt gondolom, hogy jobb vagyok, mint valaki más, de, Mire kimondom már, meg is szállt Hát önmagam. úgy látom, hogy te, te jóval alázatosabb vagy, mint én, mert én azért nagyon kritikus vagyok. Tehát én, én hosszú évek óta küzdködöm ezzel, hogy nagyon-nagyon sok bajom van a, a hallott, tehát a, a prédikációknak a, a minőségével. Uh -huh. És van is egy ilyen cikk a, a könyvben, hogy mitől jó egy prédikáció szerintem. Tehát, tehát most ezt hogy nem felülről osztom az ész, csak az, hogy. hogy, 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 hogy próbáltam megfogalmazni, hogy, 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 miért lehet az, hogy, hogy nem érint meg engem, meg szerintem nagyon sok ember, mert például a fiaimat sem, tehát nagyon-nagyon unják a legtöbb igehirdetést, talán kicsit sokat kaptak belőle, tehát erős dózist, ez, ez egy probléma, de ez most zárójel. És akkor ezt próbáltam megfogalmazni, és arra jutottam, nem egészen magam, mert egyébként... Ugye a András többször emlegettem, és az ő édesapja volt egy híres prédikátor, és ezek, ezt az alapelvet, ezt az ő családjukban hallottam először. Pont ezt, hogy, hogy nem szabad úgy fölmenni a szószékre, hogy én vagyok itt az Isten embere, én nektek kiosztom az észt, én már mindent tudok, és nektek adom a, a tanítást. Hmm. Hanem amikor, amikor erre készül valaki, akkor legyenek igazi kérdései. Hmm. Tehát ö, itt van egy alapvető óriási félértés nagyon sok ö, ö, keresztény fejében, meg hívő fejében, tehát én nem szeretném ezt most kérdezni. Mert akkor, a, aki hívőnek gondolja magát, és hallgat engem, akkor és mi a vallásosságot ostorozunk, akkor azt mondja, hogy oké, okay, oké, okay, ez rám nem vonatkozik. Pedig igen. Uh -huh. Tehát, hogy... hogy ö, hogy igazi kérdései legyenek. Tehát én azt gondolom, hogy a kereszténység nem, mm. tehát a Krisztus meg a kereszténység az elsősorban nem arról szól, hogy választ adjon a kérdéseinkre. Na, ez például egy ilyen provokatív mondat, amiből elég sok van a könyvben. Igen. De nézzétek meg, tehát hogyha elol, beleolvasunk az evangéliumokba, Krisztus nagyon sok alkalommal kérdésre kérdéssel válaszol. Igen. Tehát a lényeg az, hogy oda menjünk hozzá. De ha nincs több kérdésünk, akkor nem, akkor nem fogunk oda menni hozzá. Tehát Igen. visszatérve a prédikáláshoz, ezt hiányolom. Tehát szerintem nem tanítani kell. Bocsánat, tehát református teológus ezt hallgatja, biztos a fejéhez kap, de alapvetően nem. Lehet, hogy fogunk kapni néhány, néhány e-mailt és Facebook üzenetet. Mert, bocsánat, de hát tehát én gyakran hallok olyan prédikációkat, hogy olyan, mint egy, mint egy teológia viska, vagy mint egy hittanóra, De, bocsánat, tehát a hittanóra lehet nagyon jó, meg minden, meg főleg a férjem az egy nagyon-nagyon jó hit tan tanár. Úgyhogy az, 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 tehát azt is lehet személyesen csinálni, de. De hogy, tehát, hogy ne, ne tehát, bocsánat, engem a teológiai vizsga az az nem annyira érdekel, hanem, hanem az, hogy legyen igazi és legyen dráma abban a prédikációban, és érezzem azt, hogy aki beszél, az is szeretné az igét megérteni. Tehát ő is ö, kell, hogy ott kapjon valamit. Na, tehát ennyi. Tehát, hogy ilyen értelme gondoltam, hogy ezek legyenek nekem is szóló prédikációk, de eltértünk itt nagyon ebben az érmeben. akkor hadd... végül is azt mondod, hogy célközönség, tehát nem határoznál meg akkor mondjuk egy kor szerint, akár hogy hány évestől hány éves korig javaslod nem. a könyvedet olvasásra, hanem akkor inkább, nem. inkább nem. elvontabban mondanád azoknak ajánlod, akik... akik, akik... Most az jutott eszembe, hogy a, 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 a lelkileg gyermekeknek tehát ez egy másik nagyon-nagyon fontos dolog, amit életem során felismertem hogy az egyik legfontosabb az életben az az, hogy nyitottak maradjunk, és a gyermek nyitott ami tehát ami pont a gyermetegség ellentéte. Mert a gyermetek vallásos, mert a gyermetek hívő az úgy használja fel a, a, hit, a hitet, de hagyjuk ezt a vallásosságot, mert itt, itt ugye magukat hívőnek tartó hallgatók vannak, nagyon sokan gondolom. Igen, a többségünk szerintem igen, így Igen, magára. igen, igen. E, de nézd, most elfejtettem, hogy mondani akartam. Na, hogy tessék, kivertem a fejedből a nem, gondolatot. Nem, 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 Tehát, hogy igen, tehát, hogy a gyermetekség, erről is van egy írás a könyvben, és a gyermek is, tehát a, a, gyermekség és a gyermetekség az két nagyon különböző dolog. Ezt a, 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 a személyiség fejlődése és a vallással foglalkozó pszichológusok is nagyon jól megállapították, hogy sajnos a, a vallásosság vagy a hit a, bizony, a, lehet egyfajta, tehát, tehát arra is szolgálhat sajnos, hogy, a, hogy egyfajta ilyen gyermek, megrekedjünk. Hmm. Igazából a, nem tudunk tovább lépni a szülőfüggésből, és a, a hitet meg az Istent, úgymond, ezt most idézőjelbe betettem, arra használjuk, hogy egyfajta ilyen kiskorúságban megmaradjunk. És nagyon sok keresztény ilyen, ugye, hogy mit mond a Kálmán bácsi, mit mond az ilyen lelkész, az olyan lelkész, de gyakorlatilag sose jut el odáig, hogy egy önálló gondolkodású emberré váljon. Ezzel szemben a gyermek ki mi volt, az pont az ellenkezője, mert az mindig tud növekedni. De abban a pillanatban, hogy bezárkoztam, az annyi. Akkor én már lelkileg, spirituálisan már csak vegetálok. Tehát, hogy olyanoknak szól, akik, akik vagy erre vágynak, de mondom, ha már egy picit is, tehát úgy érzik, hogy, hogy, hogy esetleg az a fajta vallásosság vagy hívőség, amiben benne vannak, az nem minden szempontból ö, ö, egyfajta, tehát a növekedést segíti elő akkor lehet, hogy van egy-két gondolat benne, ami, ami, ami tovább segítheti őket. Mert, mert hát ugye, most már egy az ötödik X-be lépve, tehát sok tapasztalatom volt, és ö, ö, éppen Fabinyi Tibort emlegettük, egy nagyon-nagyon szép, nagyon-nagyon szép recenziót írt, ami a vigiliában jelent meg, és, és ő, ő írja azt, hogy, hogy végigolvasva ezt a könyvet, hogy úgy érezte, hogy a hitet nem elég ö, meg, megszerezni, hanem hanem meg is kell tartani. Tehát, hogy nem könnyű megtartani. Tehát tehát én, én nagyon félek, és féltem az olyan embereket, akik fiatalok, értelmesek, és, és beszükülnek egy ilyen nagyon dogmatikus hitbe, mert számtalanszor, el nem tudom mondani, hogy hányszor láttam olyat, főleg a értelmes, hogy egyszer csak körül és azt mondja, hogy na nem. És utána meg ott hagyja a hitet. Mm. Tehát, hogy kiábrándul. Holott én úgy gondolom, hogy a a gondolkodással, az elmélyüléssel, az értelmiségi létel egyáltalán nem ellentétes a, a hit, a keresztény hit, hanem éppen hogy kölcsönösen megtermelkejedítheti a, a a kettő egymást. Tényleg úgy tűnik, hogy, hogy csak a keresztényeknek szól ez a könyv. Nem, ez, ez egy nagyon fontos kérdés szerintem. Igen, Igen és ez valahogy úgy, hogy úgy kinek, volt a beszélgetés. Hát uh -huh. elmondtam Igen. ugye, hogy, hogy a, a hívő olvasókról mit gondolok, vagy a, hogy a hívőknek hogyan szól. A másik, hogy amikor írtam őket első alkalommal, akkor is már mindig próbáltam azt a célt kitűzni magam elé, vagy ezt a követelményt állítani magam elé, hogy ö, úgy írjak, ö, hogy az élvezhető, vagy akár érdekes legyen ö, nem vallásos gondolkodó Fogadó, embereknek is. É, é, itt megint, teh tehát itt, itt nagyon fontos a mondani, hogy ugye itt a másik nagy csapda, hogy belehullani ebbe az úgynevezett kánáni vagy vallásos nyelvbe és éppen ezért én arra próbáltam megfigyelni, hogy semmit ne vegyek készpénznek. Tehát, hogy, hogy nem készpénz az, hogy, hogy üdvösség, nem készpénz semmi sem, hanem mindenért újra és újra meg kell harcolni, és én abban reménykedtem titkon, tehát ebben tényleg csak titkon reménykedtem, hogy egy olyan ember, aki akár ateista vagy nem vallásos, de foglalkoztatják az élet nagy kérdései, mi az élet értelme, Euh, miről szól ez az egész. Meg általában érdeklődő nyitott, főleg humán irányban. Euh, ugyanúgy, hogy engem is érdekelne, hogy egy értelmes buddhista miket ír a saját hitéről. Mm. Éppen úgy, euh, úgy próbáltam írni, hogy, hogy, ez érdekes lehessen, és euh, ennek ellenére meglepődtem, hogy, hogy euh, vannak euh, ateista, kimondottan ateista, nem valásos ö, olvasóim, akik, akik konkrétan nagyon szeretik ezt a könyvet. Tehát ezen nagyon meglepődtem. Szerintem, én azért nem vagyok most meglepődve, mert ö, azt éreztem, amikor olvastam ezt a könyvet, hogy ö, nagyon szókimondó vagy. Tehát szerintem sokszor a, a keresztény világban nem, nem dívik a, az ilyen jellegű szembesítés vagy szókimondás. Ez a, ez a, ez a megérzésem. És, és hogy szerintem az igenis vonzó lehet egy nem hívő számára, amikor valaki felmeri vállalni azt, hogy nem vagyunk tökéletesek, sőt, meg tudunk nagyon gyökerezni a megszokásokba, mondjuk egyházi szinten vagy ki ki a saját kedvességének a gyakorlásában, vagy akármit vehetünk ö, példának. Tehát, hogy így a, a keresztény életben, meg világban egyáltalán nagyon-nagyon sok a, a, a megkötözöttség szerintem, vagy megszokása, amiben. Ami, amiben benne vagyunk. És ha valamit én gondolok, akkor szerintem azért lehet, lehet érdekes a könyved nem hívőknek is, mert, mert, mert nem úgy állított be a Istent, az egyházat, a vallást, a hitet, mint ami egy nagyon steril, tökéletes valami, hanem, hanem szókimondó módon megláthatod, hogy nem tökéletes. Hát igen, mert hogy ez, ez, egy, óriási nagy hazugság lenne. És egyébként ez azért szomorú, egyetértek a diagnózisoddal, de ez azért szomorú, megnézzük meg, még csak nem is Jézus, de hát az ószövetségi profétákat. hát ez milyen megbotránkoztató gáz dolgokat mondtak, meg csináltak. Tehát, hogy, 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 hogy én tényleg azt, azt, gondolom, és szerintem ez... Talán mondhatom, hogy ez a protestáns hagyománynak egy, egy nagy kincse, vagy egy, egy nagy felismerése, hogy új, mindig újra és újra ö, a vallásossággal szemben kell a hitünket megfogalmazni. Ezen nem azt értem, hogy nem fontos az egyház, a közösséget, hogy nem fontosak a formák. Nagyon is, sőt, ö, szerintem a keresztény hagyomány, főleg a spirituális hagyomány, tehát a spiritualitásnak a, a nagyon szép ránk hagyományozott különböző formái, meg a teológiai hagyomány fantasztikusan izgalmas ö, egy tehát egy olyan örökség, ami, amit, ami, ami él és ami, ami a miénk. És ezzel együtt mondom, biztos talán érthető, hogy, hogy, hogy mindig szembe kell menni ezekkel a megrögzöttségekkel, mm. ezekkel a, a begyepesedettségekkel. És hát én nagyon szomorúan mondom, hogy ez a mai közéletben nem így jelenik meg legtöbbször a, a kereszténység. Tehát ugye egyfajta ilyen, ilyen csorda szellem van inkább. Tehát ami, ami nagyon ö, szomorú, hogy hogy ö, egyre inkább azt látom Magyarországon, hogy teljesen tévesen, mert hogy a kereszténység nem erről szól, de egyfajta ö, politikai, kulturális hovatartozással, meg érzésvilággal próbálják sokan azonosítani a kereszténységet. Tehát most még ö, konkrétabban, nyíltabban kimondva, nagyon sok ember van, aki, ami számomra egy abszurdum, hogy a, a keresztény az egyenlő a... Nemzetérzelmű konzervatív jobboldalival. Hmm. Még rosszabb a keresztény az a nem zsidó. Tehát, hogy... Igen, tehát, hogy ilyen kis... Tehát berakjuk gyakorlatilag már, már kockába a keresztényeket, vagy egy, egy dobozba, hogy igen, ha a, a keresztény, akkor ilyen kell, hogy legyen a politikai pártállás, vagy szimpátiája, egy erkölcsileg. Ilyen kell, hogy legyen. Ami egy tehát, abszurdum, mert, hogy, mert hogy mindkét oldalon vannak keresztények, tehát főleg, hogyha a abszurd? nyugatot, megnézzük igen. a nyugati világot. És nem kell, hogy baloldali, vagy jobboldali legyen A másik, legyen nagyon, valaki, a másik vagy... nagyon nagy probléma, probléma ezzel az az, hogy ha a kereszténység, meg főleg ugye a nagyegyházak egyre nyíltabban leteszik a voksukat egy oldalon, akkor egyszerűen feladják, elveszítik a profétai funkciójukat. Mert akkor, tehát hogy mondjam, tehát, tehát amikor megnyilatkozik egy egyházi közéletben, megnyilatkozik egy egyházi vezető, akkor neki szabadnak kellene lennie arra, hogy mindig, tehát azért az ügyér áll ki, ami szerinte Krisztusi, vagy ami szerinte a jó úgy, független attól, hogy azt ki propagálja, vagy melyik oldal. Itt pedig sajnos olyannyira az ellenkezője van, hogy szinte árulónak tekintik azt, aki úgymond nem a csordában nyilatkozik, és ezt nem csak a politikai kultúrás értelme gondolom, hanem amit az elején mondtál, hogy 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 olyan steril a kereszténység. Igen. Ez összefügg az, amit az előbb beszélgettünk, hogy, hogy szerintem ott van egy alapvető félreértés, hogy a kereszténység nem arra való, hogy én megmaradjak a intellektuális meg spirituális gyerekkorba, körülvenjem magam egy fallal, üljek egy légmentes helyen. Mert hát ez arról szól, hogy én nem tudok a világgal megbirkózni. Tehát bocsánat, de hát a, a világ, az élet, a valóság az számos rendkívül kínzó kérdést tesz fel. Most nem menjünk itt bele a, a azokban a kérdésekben, amit a kétkedők, meg a keresők, meg, meg magam is foly, folyamatosan újra és újra felteszek a szenvedésről, a, a rossz eredetéről, a más vallások, stb. Tehát, hogy, és, és én azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen kérdésen nem nagyon van válasz. Tehát uh -huh. itt van a, a félreértés, Igen. hogy itt, itt amit az elején is elmondtam, a kereszténység egy nagyon személyes hitviszonyról szól. És ebből kilépve, ezek a kérdések, tehát hogy ebből kilépve marad egy, egy váz, egy dogma rendszer, ami bezár engem. De ebből hazugság lesz. mert Mert hát tehát bocsánat, tehát attól nem mennek el ezek a kérdések, hogy én nem nézek velük szembe, vagy elhazudom őket. Tehát ugye én, én nem bírom ezt, hogy, hogy jó, hát ezt nem mondjuk már, mert ez hogy elriasztja igen, a keresőt. Hát. Ez azért mégiscsak túlzás, ne botránkoztassuk meg, ne, ne mondjuk már meg nek, hogy az egyházban mi van, majd elég lesz, ha már bent van és meglátja. És meglátja, igen. Tehát, hogy Még mi? Megtapasztalja hát, saját magának. Hát ez butaság. Hát, előbb-utóbb, tehát előbb a valóság, tehát ezt, ezt nagyon hangsúlyoznám, és, és remélem, hogy a könyvben kijön, a, a hit, a Krisztus követése, és a valóság az, az, egy. Tehát, hogy, hogy ezt tudom, hogy nagyon sokan felszisztenek meg, akik kritizálják a vallást, azt, az nem ezt gondolják, hanem, hogy ez kapizmus, többi. De, 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 ez nem így van. Nem így van. Ugye az van az Ézsaiás könyvében a szenvedő szolgáról, hogy utált volt és, és nem nem akartunk rá, ábrázatja nem volt kívánatos. Tehát ott van a, a mert az, hogy szembenézek a legnagyobb sötétséggel, a legnagyobb ö, tragikummal, mindennel, ami rossz. Ö, és Krisztus közelében egyre inkább szembe fogok ezzel nézni. Tehát éppen, hogy, hogy a valóság felé megyek, nem Igen. tőle el. Ugye a kedvenc költöm, a, akinek a versora adja a címét is a, a könyvnek. Ő mondta azt, hogy, hadd had idézem ezt először angolul, hogy humankind cannot bear very much reality. Hogy a, az ember nem sok valóságot visel el. Vas István uh, uh, fordította T.S. Eliotot, mert róla van szó nem emlékszem, hogy ezt a sort hogy fordította. A nem lét és a létezés közt, váratlanul egy napsugárban, még miközben táncol a por, gyerekek nevetése tör ki a sűrű lombok rejtekéből gyorsan, és itt, és most, és mindig, s nevetséges bús eltékozolt időlebeg előtte és utána. Igen, ez az egyik mottoja a kötetnek. A cím is ebből származik, és így fejeződik be igen, T.S. Eliotnak a Four Quartets, um, Igen, Négy tehát uh, te címmel fordította le, Vas István egyébként. Um, igen, és nagyon érdekesnek tartom a, a, a könyvben egyébként azt, hogy vannak olyan fogalmak, ami, ami nagyon sokszor visszatér, és az egyik, most itt kapcsolódok ahhoz, amit mondtál, hogy úgy... Um, Íródott meg ez a könyv, hogy az a, nem, nem arra a bátorítod az olvasódat, vagy akár saját magadat sem, hogy, hogy ne nézzünk szembe a sötétséggel. Egy csomó sötétség van a világban, hanem hogy a, a világosság a sötétségben fénydik. Tehát akkor fogom meglátni valójában a világosságot, hogyha szembe merek nézni a sötétséggel. Vagy a sötétségben fog kivilágo, kivilágosodni számomra. Öm, de ugyanezt, ugyanezt találtam, hogy hasonlóképpen fogalmazol mondjuk a, a, a fájdalom meg az öröm kapcsán is, hogy hogy, hogy nem, nem menjünk el a világ gyötrelmén meg fájdalmán szembe kötve, hanem ott, ott lehet a... tehát, hogy ott, ott van az öröm, csak... Igen, tehát, hogy meg... Abban világosodik meg leginkább, vagy ott mutatkozik meg leginkább, amikor, amikor nem, nem azt tartom a, a fókuszban. Talán. Igen, tehát, tehát ez, ez inkább adatik, hogy most egy ilyen kegyes remélem ez az első ilyen kegyes formula, hogy adatik az öröm. Tehát ö, azt nem lehet felspanolni, tehát, hogy minél több ö, 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 hogy mondjam, ö, lelkes dicsőítő ének. Persze ez is fontos egyébként, tehát, tehát bocsánat, megint nem, nem, akarom, hogy félreértsék, de de úgy semmiképp nem lesz enyém az öröm, hogyha menekülök a, a fájdalom, meg a, a, a sötét, meg a nehéz dolgok el. Egy picit had idézzek a könyvből, hogy mégis egy kicsit a, a, a stílusodról képet kapjanak a hallgatók, hogy hogy írsz, és akkor utána folytathatjuk erről a beszélgetést az örömről, ha már említettük, hogy mit fogalmazol meg. Az öröm abból fakad, amikor a világ gyötrelmén vajudásán túlról meghalljuk az angyalok kórusát, amely az időn kívül nem szűnik megszólni, amikor túl a mocskon és a szürkeségen meglátjuk a mennyei Jeruzsálemet. Ezért az ének szó a mennyei kórus vízhangja, amely előzi a démonokat. Bűn, pokol már búban éljen, ördögöt hadője szégyen, üdvösségünk szentölében már levetjük mind a bót. Az örömnek, mivel így nagy tágas térre van szüksége, amíg falakkal veszük körül magunkat, a megszokás, a félelem az önzés falaival, megfojtjuk az örömöt. Ami körbehatároljuk a saját egónkat, az öröm kiszorul. A szentség talán ott kezdődik, amikor már nincs ilyen, hogy te örülsz és én irigykedem, amikor ugyanúgy örülök más örömének, mint a magaménak. Aki örül, mindentől eloldoztatott, minden az övé. Lelke kitágult, tágas téren van. Táncolni csak tágas téren lehet. Ismét mondom. Igen, azért fejeződik be ezzel a mondattal, hogy ismét mondom, ez ugye a Pálapostól mondata a Filippiekhez írt levél negyedik fejezetéből, ahol ugye azt írja, hogy ismét mondom, örüljetek. És ez az egész írásnak a cím. Egyébként ez, a, ez talán az egyik legrégebbi írása. Tényleg? Ebben még a fiatal ö, lelkesedés az nagyon erősen érződik, amit nem vesztettem el egyébként, csak ö, azóta sok mindent megtapasztaltam, és úgy gondolom, hogy ahogy itt le is írtam, hogy, hogy, hogy ö, ez egy küzdelmes dolog. Egyébként, amit idéztél, csak hogy az olvasók tudják, mert ugye fiatal, bocsánat, hallgatók, tehát fiatal hallgatók is vannak, tehát ez a bűnpokol már búban éljen ördögöt legyőz. Öt ördögöt ördögöt ez, ez egy református ének. Igen, igen. ez igen, egy ez református az ének. ének. Van, igen, 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 egy nagyon szép. Igen. hát karácsony egyébként, úgyhogy időszerű. Igen, igen. igen. Én, én nagyon, valamiért nagyon ö, érdekesnek tartottam ezt is, meg azt látom, hogy igen, tehát hogy megjelenik a, 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 a pozitív fogalom, akár a világosság, akár az öröm, vagy bármiről írsz, ö, a fájdalomban, a sötétségben, nem abból kivonva vagy ezzel szembeállítva. Igen, hát ez nyilván azért az élettapasztalataimból is adódik ez a, ez, a, ez a hangsúly, ami, ami megjelenik az írásaimban. Ö, egyébként tehát most nem is főleg ez az életrajzi dolog jutott eszembe, hanem, hanem az, amit idéztél az előbb, hogy túl a mocskon és a szürkeségen meghalljuk az angyalok kórusát. Egy nagyon kedves kollégánk jut eszembe, akit nem fogok megnevezni, nem is hiszem, hogy hallgatja a műsort, aki, aki ö, elég pessimista világszemléletű, és sokat szoktunk beszélgetni, és ö, a tragédia kapcsán beszéltük nem olyan régen, és egyszer csak azt mondta, hogy rájöttem mi a baj, már hát szerintem velünk, vallásos emberekkel, ö, azt mondta, hogy az a baj, hogy menteni próbáljátok a menthetetlent. Tehát nem, nem, így, nem, így, nem így fogalmazott, de. És én ezt teljesen megértem egyébként, mert mert valóban. Tehát van a, a könyvben egy írásom a tragédiáról, a lírkirályról konkrétan. És valóban azt szerintem a tragikum lényege, hogy nagyon fontos szembenézni azzal, ami van. És mi van? Most nagyon durvát fogok mondani. Az van, hogy bármelyik, tehát hogy ebben a pillanatban, hogy beszélünk, szülők vesztik el fiatal gyerekeiket autóbalesetben. Most, hogy csak egy ilyen teljesen individuális dolgot említsek, de akkor nem beszélek a világon zajló háborúkról, a természeti katasztrófáktól. Tehát mi jól el itt, egy viszonylagos jólétben, itt ülünk a melegben, és, és nem éhezünk, stb. És, és igazából csak úgy tudunk élni, Ö, ezt, ezt is egy pszichológustól hallottam, és ezek így megragadnak bennem, hogy, hogy ö, bizonyos mennyiségű tagadás és elfolytás nélkül nem tudnánk élni. Mert, mert érted, itt ülünk, és arra gondolsz, hogy, hogy most egy hozzám hasonló anya éppen elveszte a gyermekét, ez elviselhetetlen. És csak úgy tudom, hogy de nem az enyém, de nem az én gyerekem. És a tragikum, az pont arra világít rá, hogy, hogy van a világnak ez az arca, és ez nagyon is a valósághoz tartozik. Érted, amit mondok? Igen. Tehát, hogy ö, egyébként ez annyira durva, hogy én arra gondoltam, hogy ha valami történne a gyermekeimmel, én nem haragudhatnék Istenre. De ezt tudod a könyvből, hogy én nagyon tudok Istenre haragudni, meg abszolút tényleg őszinte vagyok, meg szó kimondom, de miért haragudnék Istenre? Akkor miért nem haragszom minden nap, ö, gyakorlatilag folyamatosan csak haragudhatnék, ö, szétmehetnék a haragtól, attól, hogy nem velem történik, attól még minden nap megtörténik. Érted, érted hogy. Igen. Na, tehát, hogy ez a tragikum, csak hogy én azt gondolom, hogy nem csak ez van hanem van az is, ami, ami túl van ezen, amit, amit, amit ti ott, aki olyan jól egymás mellé tudja tenni. Tehát nekem valahogy ez a szentség, hogy, 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 hogy egyszerre szomorkodni és örülni. Ugye szomorkodók mégis mindig örvendezők, ez, ez, ez is egy újszövetségi levélben uh, olvasuk. Sorrowful yet always rejoicing, olyan mm -hmm. szép a King James fordítás. Igen. Hogy ezt a kettőt együtt kellene megélni, ami, amit szerintem csak a legnagyobb szentek tudtak ö, ami túl van a tragédián, tehát amit, amit Eli ott nagyon jól megfogalmaz, ö, tehát hogy, és ezt már csak szerintem a költészet tudja megfogalmazni igazából, hogy, hogy ö, ö, ha odaadod egy picit, akkor, akkor úgy könnyebb lesz nekem, hogy ö, pillanat. A könyv motójából, igen, Vas István fordítását nézzük újra. Tehát, hogy a nem lét és a létezés közt váratlanul egy napsugárban, még miközben táncol a por, gyerekek nevetése tör ki. Lét és nem lét között. Úgy fejezem be a könyvemet, hogy az Isten országa az van is és nincs is, mert most jön létre közöttünk és bennünk. És a tragikum nagyon valós, nagyon valóságos, de meg kell tudni hallani a gyermekek nevetését, mert az is, az is valóság csak a kettőt együtt, együtt, kell látni. És ha már itt a könyv is ugye elhangzott többször, mert ez ebből a versidézetből jön, szerintem ez nagyon jól összefoglalja ezt. Pont amit, amit most, amiről most beszélünk, egyrészt van a por. Ugye a tánc is és a por is nagyon mélyen szimbolikus képek fogalmak. Igen, mikor táncolok, akkor, hogyha örülni tudok de közben meg halandó vagyok, és a tudatában vagyok annak, hogy por és hamu vagyok, és leszek, e, és, és hogy a halandóságom tudatában élve mégis tudja körvendezni, kvázi de, táncolni. Én ezt úgy fogalmazom, ugyanez, csak, csak ugye az én oldalamról, hogy a, a por az a, az a halandóság, a halálba tartás, a tragikum, ahogy a dolgok szétesnek, ugye porból vagy porrá leszel, a, a matéria, amikor úgy érzed, hogy az ember csak egy állat része ennek a körforgásnak, és menetelünk itt bele a halálba, egy nagy darab adag hús vagyunk, semmi több. És igazából hit nélkül, vagy más perspektína nélkül tényleg csak ez vagyunk. A tánc, az pedig számomra az isteni kreativitást jelképezi leginkább. A szabadságot, a kreativitást, az, hogy Isten a porból létrehozott valamilyen életet. Illetve nem valamilyen, hanem létrehozta az életet. Tehát, hogy pont a másik pólus, és hogy mind a kettőnek ott kell lenni, hogy nem csak a szétesés van, nem csak a halál felé menés, hanem a, a teremtés, a... A, az, hogy összeáll az élet, hogy van. E, és, és ezt tükrözi igazából az emberi alkotás, az emberi kreativitás is, hogy, hogy nem csak ez van, hanem az, hogy mi is tudunk valamit teremteni. Mm. És igazából mi, most ezt értse jól mindenki, mi teremtjük az Isten országát, a bennünk élő Krisztus által mi teremtjük. És Vagy hát már Isten általunk már teremti. Ha már egyszer Isten. <laughs> nek mi is egy műalkotásra vagyunk, mi is ezt a fajta kreativitás, az Isten kreativitását tükrözzük, táncolunk, örülhetünk annak, hogy ez így van. Öm, nagyon találó a, a, a címet sok szempontból, tehát nyilván, aki meg még hallgat minket, ki tudja, hogy. hogy, hogy, hogy Biztos nagyon sok asszociáció van. Hogy kimire mi, ki gondol, gondol most. Öm, Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél ma, is. egy kicsit sikerült beszélgetnünk a, a könyvről. Le, azt érzem, hogy, hogy, hogy még órákozta tudnám, tudnánk folytatni, és hogy nagyon szívesen hallgatnálak, de, de, de sajnos lejárt a műsoridünk. De nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy itt voltál, és eljöttél közénk. A kedves hallgatók, nektek pedig a figyelmet köszönjük. Ajánljuk nektek Tócsára Táncol a Por című könyvét, hogyha szeretnétek tovább gondolkodni hitről, spiritualitásról, kultúráról, művészetről, akkor, akkor vegyétek a kezetekbe ezt a könyvet, forgassátok, kérdezzetek. Van, egy, van a műsorunknak egy e-mail címe, ez a kulturasztalkukac.gmail.com, illetve van a műsornak egy facebookos oldala, kultúrasztal csoport néven találtok meg minket akár e-mailen, akár Facebookon várjuk a, a megjegyzéseiteket, kérdéseteket, véleményeteket, akár sárához, akár egyáltalán a műsorral kapcsolatban. Nagyon szívesen veszünk mindenféle véleményt és hozzászólást. Isten áldjon benneteket. Sziasztok!